helyszín a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum, melynek a megújult kiállításhoz kapcsolódó látványtára önmagában is különleges élményt ígér a közönség számára. A földszinten 29 ácsolt és 36 komáromi festett láda, valamint 13 fiókos és 8 ruhás szekrény látható. Az ácsolt ládák, mint legrégebbi bútorok, többnyire tölgyfából készültek, díszítésük geometrikus alakzatokat mintáz. A festett ládák fenyőfából készültek, ezeket idővel felváltották a ruhás szekrények, melyek között különlegesnek számítanak a sárga színű, úgynevezett flóderozott szekrények. A galérián látható a múzeum gazdag agyagedény gyűjteménye, melynek jelentős részét a hazai kerámia művesség jellegzetes csoportját képező fekete és mázas termékek teszik ki. A lehengerlő gyűjteményben neves mohácsi mesterek és ma is alkotó fazekasok munkáit is megcsodálhatjuk. A legkorábbi kerámiákkal kezdjük a bemutatást, és ugye a galériának van egy része, ahol a ma élő, vagy már sajnos hát nem élő helyi fazekasoknak a mesterremekeit is megtekinthetik a látogatók. Ugye a látványtár az úgy szokott cserélődni, hogy sokszor kérnek kölcsönanyagot, akkor ugye ami kikerül, azt pótolni kell a külső raktárból. Például a komáromi festett láda ugye a Dunán keresztül jutott le Mohácsra naturállapotban, és az itteni asztalosok ezt felvásárolták, és ők festették, ők díszítették a felvevő piac igényeinek megfelelően. Ugye a mohácsi sokat szok a sötétkék alapszint kedvelték, de például a Pécs környéki bosnyákoknál ugye a sárga volt az alapszín, meghatározott mintákkal látták el ezeket a natur bútorokat, tehát oly módon, ahogy ugye ők ezt értékesíteni tudták a vevők számára. A múzeum bútor és agyagedény gyűjteménye néhány illusztris darabjával képviselteti magát az állandó kiállításban is, melynek címe Népek találkozása a Mohácsi Dunánál, és mely a Magyar Géniusz programnak köszönhetően immár teljes pompájában interaktív, modern és figyelemfelkeltő elemekkel kiegészülve várja a látogatókat. Az interaktivitás a mai világban nagyon nagy hangsúlyt kap, ugye nem mindegy, hogy milyen interakcióról beszélünk, mert ugye én nem csak a digitális tartalmakat tekintem annak. A kiállításban ezért próbáltuk úgy bővíteni, például csináltattunk egy busókürtőt, amit a látogató megfoghat, és bele is fújhat, vannak kihelyezett busókellékek, amiket szét is szerelhetnek, össze is rakhatnak, fölpróbálhatják a busómaszkot, kialakítottunk egy formapárosítót a kisebbeknek, az előtérben helyet kapott egy aktív képregény, ahol a mi géniuszunk Elsics Ánkának az életét tudják egy játékos formában a gyerekek végigkövetni. Ő egy mohácsi származású operaénekesnő volt, beüzemelésre került Predács Ferenc vitrine előtt a fotólaborunk, vele szembe alakítottuk ki Ánka szobáját, ahol a róla szóló portréfilmet tekinthetik meg, egy régi diavetítőm. Az életéről van összeállítva egy anyag, viseleteket gyártottunk le, amit a látogatók felhúzhatnak, és a fotólaborba pedig a Predás Ferenc állványos fényképezőgépének a másán tudnak magukról felvételt készíteni, egy olyan háttér előtt, ami a régi mohácsi képeslapokat idézi, és ugye e-mailen el is tudják maguknak küldeni ezeket a képeket, és ezért ez egy nagyon népszerű kiállítás rész vagy interaktív elem a kiállításban. Érdemes tehát ellátogatni a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumba, ahol nem csupán a látványtár és az interaktív kiállítás várja a látogatókat, de a gyermekek számára múzeumpedagógiai foglalkozás mutatja be a régió történetét, mindennapjait, néprajzi kincseit.